Nem várhatnak tovább azok, akik lejárt személyével, műszaki vizsgával, jogosítvánnyal jártak eddig. Számos jogszabály veszítette ugyanis hatályát január 1-én a most megjelent magyar közlöny szerint. Ezek között van egyebek mellett az a kormányrendelet is, amely a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szól. A baranyai kormány megbízott azt mondta, felkészültek az okmányok meghosszabbítására, cseréjére. Pécs városában 3 kormányablak áll, közel 60 ablakkal a pécsi lakosok rendelkezésére. Kevés megyei jogú város mondhatja el ezt a fajta volument, amivel mi itt rendelkezünk, és minden járási székhelyen, Pécsen kívül, ez nálunk 9, rendelkezünk kormányablakokkal, ahol egyébként folyamatosan biztosítottuk a lejárt okmányok megszüntetésének a lehetőségét. A személyi okmányokon kívül a gépkocsik esetében is felkészültek a lejárt iratok megújítására. Mi vagyunk a másodikak az országban, ahol külön nyitottunk Pécsen az egyik kormányablakunkat átalakítva egy gépjármű ügyintézési pontot csak azért, hogy egyébként a kormányablakainkból a gépjármű ügyintézés nagy volumenét egy helyre koncentrálva nagyon gyorsan segítsük ezt a fajta lehetőséget, ami a gépjárművek ügyintézésével kapcsolatos. Horváth Zoltán az elmúlt évet értékelő beszélgetésben elmondta azt is, hogy tapasztalataik szerint sokan megújították a lejárt okmányaikat, nem éltek a kormányrendelet adta lehetőséggel. Mint ismert, az új rendelkezés szerint június 30-ig mindenkinek meg kell hosszabbítatnia a lejárt okmányait, műszaki vizsgáját. A belügyminisztérium közlése szerint 522.595 személy azonosító igazolvány, 163.005 útlevél és 348.568 vezetői engedély érvényességi ideje járt le a veszélyhelyzet alatt, amit akkor nem kellett megújítani.